Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, a mai adásban is érdemes lesz velünk tartaniuk, ugyanis elkalauzoljuk Önöket a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyhoz, megmutatjuk Önöknek, hogy a parlagfű szezonnak milyen hatásai vannak, illetve hogy hogyan kezeljük az allergiás tüneteket. Tököket növesztünk, illetve elkalauzoljuk Önöket a ráckevei hajóállomásra is. Orfolyás, tüsszögés, köhögés, esetleg fejfájás, nos hát sokaknak okoz mostanában kellemetlen nappalokat és éjszakákat a parlagfű szezon. A pollen koncentráció sajnos a napokban már emelkedik, most megmutatjuk, hogy Önök mit tehetnek azért, hogy egy kicsit enyhíthessék a tüneteket. A légúti panaszokon felül akár szemviszketést, fejfájást, de rosszabb esetben alvászavart is okozhat a parlagfű szezon az allergiások számára. A parlagfű szezon az évnek a július közepétől, július végétől kezdődik a parlagfűnek a pollen szórása. Ez elég hosszasan tart a nyár folyamán, gyakorlatilag majd szeptemberig, illetve vannak olyan időszakok, amikor esetleg jobb az időjárás, akár október közepéig is megtalálhatók a parlagfű pollenjei a levegőben. Általában légúti tüneteket okoz a parlagfű, és ezek közül is a leggyakrabban a szénanátha tünetei jelentkeznek. Ezeket a régi köznyelv szénalászként is emlegeti, de inkább ezek légúti tünetek, nagyon kevésbé járnak hőemelkedéssel. Azokban az esetekben, amikor láz, ízületi fájdalom, általános elesettség jelentkezik, ezek általában légúti fertőzésre utaló tünetek. Igazából a szénanátha tünetei, az a vizes orfolyás, ordugulás, orviszketés, és ebben a tünetegyüttesben benne vannak a szemtünetei, és a szemviszketés, szemkönnyezés, hiszen a pollenek a szem nyálkahártyáján is megülhetnek, és allergiás tüneteket okozhatnak. Súlyosabb esetben a légúti tünetek akár asztmáig is fokozódhatnak. Ez nehéz légzéssel, kifelé hallható sípoló légzéssel jár, de sokszor nem ilyen súlyosak a tünetek, hanem az asztmás betegek egy része köhécselést érez, tehát köhécsel így jelentkeznek a légutakban, a légúti szűkület, amit az allergiás tünetek kiváltanak. A parlagfű pollánja ebben az időszakban most egy közepes magas tartományban van, de előfordulhatnak olyan helyek, ahol már igen magas, nagyon magas tartományban van a parlagfű pollánja. Ezeket Székesfehérváron a Fejér megyei Szent György Egyetemi Kórház 2. számú rendelőjének a tetején lévő polláncsapdával monitorozzuk, amelyekből az adatok, illetve hát a pollenek meghatározásra kerülnek, illetve meghatározásra kerül az is, hogy milyen koncentrációban van a levegőben a pollen. Ezek több kilométernyi területet tudnak monitorozni ebből a szempontból, és ebben az időszakban ezért nagyon oda kell figyelni magukra a pollenallergiásoknak. Nagyon fontos, hogy forduljanak orvoshoz, hogyha tüneteket észlelnek, hiszen vannak megfelelő jó gyógyszerek, amelyek mérsékelik a tüneteket, hiszen ezek a tünetek azért a mindennapokat megkeserítő tünetek. Annál is inkább, hiszen a koncentráció képességet ronthatják, az alvás minőséget ronthatják, az ordugulással járó tünetek, illetve a légúti tünetek. Tudnak maguk is egy picikét segíteni ezen a helyzeten az allergiások, túl azon, hogy a levegőből ezek a pollenek nem szűrhetők ki, de mégis tudnak egy kicsit odafigyelni a lakásban a fokozott takarítással, hiszen a cipőnkkel a polleneket is bevihetjük, illetve a szellőztetést inkább az éjszakai órákra, hajnali órákra időzítsük, amikor kevesebb a levegőben a pollen, és hát a hajunk az, amelyet nem tisztítunk naponta, érdemes gyakrabban hajat mosni, hiszen a hajról esetleg a párnál a lerakódó pollenek is éjszaka okozhatnak problémát. Mindezekkel együtt érdemes figyelni azt is, hogy ez a honlapokon, ahol megtalálhatók a pollen adatok, milyen pollen szórási adatok vannak, milyen koncentrációt mérnek, vagy mi az, amit esetleg az elkövetkezendő napokban láthatunk a pollen koncentráció tekintetében a levegőben.
A megyei tiszti főorvos elmondta, a parlagfű pollen koncentrációja jelenleg közepes magas tartományban van, így tehát érdemes figyelni a képernyőn látható pollen térképet is, melyből részletesen tájékozódhatunk az Országos Közegészségügyi Intézetnek köszönhetően. A következő percekben pedig tököket fogunk növeszteni, megmutatjuk a nézőknek, hogy hogyan is nőhet ez a bizonyos növény, akár 250 kilóra is. Itt vagyunk Iszka-Szentgyörgy határában, nem véletlenül, mert elfogtunk egy levelet, amelyben a levél írója Attila tökös településként apostrofálja Iszka-Szentgyörgyöt. Nem véletlenül egyre többen foglalkoznak a településen óriás tök termesztéssel, és többen közülük az októberi országos bajnokságra is készülnek. Ráadásul megkeressük majd Zalánt is, aki 13 éves, és állítólag az országban ő a legfiatalabb töktermesztő. Ráadásul ezen a bizonyos országos óriás tökmérő bajnokságon Zalán állítólag esélyesként indulhat majd. Én 2 éve kezdtem el egyébként az óriás töknek a termesztését. Tavalyi év volt a legelső, amikor professzionális szinten utána néztem, utána olvastam, hogy milyen kondíció kell egy ilyen növénynek, hogy tényleg egy ilyen hatalmasabb kaliberű tököt tudjunk termeszteni, és az előző évben sikerült egy 270 kilós tököt kitermesztenem, amivel Rácalmáson egy tök királyi pozíciót sikerült elnyernem, és ebbe az évbe pedig úgy gondoltam, hogy inkább különleges fajtát szeretnék, ami egyrészt súlyban is, másrészt színben is elüt attól, ami szokványos. Így lett ez a fehér fajta. A különlegessége az, hogy neki a hús szerkezete gyakorlatilag a legvastagabb az összes tökfajta közül. Az előző évben itt a település berkein belül is találtam nagyon sok szemét, akinek nagyon megtetszett ez a dolog, mert ugye találkoztak ezzel a hírrel, hogy én mit tudtam produkálni. És itt Iszka-Szentgyörgyön közel 7-8 helyre sikerült magokat, illetve palántákat szétosztanom, akik nagyon jó gazdái egyébként ezeknek a kis tököknek, és nagyon szépen növesztik, nagyon jól állnak egyébként versenyszinten is. Főleg a Dávid Zalánt szeretném kiemelni, aki nagyon jól aprít. Azt kell mondanom, hogy országos szinten is most egy 250 kiló környékén tart talán a tökével, ő pedig hát kb. Egy olyan 200 kiló környékén van most jelenleg. Én idén kezdtem márciusban palántaként a tököt, és ezt így úgy volt, hogy a szomszédom, az Attila, amikor pakoltuk föl neki a kocsira, onnan jött ez az ötlet, hogy én is szeretnék ilyen óriás tököt termeszteni. Ő egy panka, Kessler Lászlótól van, ez a 400 kilós magból van, most tart 250 kilónál felett, 250 kiló felett, és egy olyan 350 kilót nem biztos várhatok tőle. Így 13 évesen izgatott vagyok, mert hogy mindenki azt mondja, hogy nyerhetek is vele, meg hogy szép, nagy tök lesz belőle szerintem. Nem tehettük meg, hogy nem jövünk át ide Gárdonyba. Meglátogattuk Kessler Lacit, aki már többször szerepelt nálunk a Médiacentrum különböző platformjain. Hát itt nődögél mellettem egy bizonyos tök, hamarosan megtudunk róla mindent, és azt is, hogy mire készül Laci ezzel a tökkel. Ennek a töknek a neve Panka.
ugyanúgy, mint a tavainak, hiszen ez neki a leszármazottja. Jelen pillanatban 30 napja van beporozva, az azt jelenti, hogy saját kézzel beporzott virág, az 30 nap alatt ezt a méretet érte el. Ez körülbelül, hát ha tippelni tudnék, valahol ilyen 200-220 kg súlyú. A 20. és a 60. nap között nő a legintenzívebben, képes akár 15 kilót is nőni egy nap, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy napi 15 kilóval azért elég termetes lesz ez október 10-ére, illetve hát elsőjére, hiszen Panka nem versenynek indul, hanem egy dekorációs darab lesz majd a fényképező parkban. Azt gondolom, hogy Panka idén szerintem képes lesz 400 kiló fölé nőni, hiszen a magyar rekord az 403 kiló az itt nőtt ebben a kertben, de az idei évben nagy valószínűséggel ez meg is fog nőni, hiszen az országban több helyen próbálkoznak az óriás tök növesztők, nagyon nagy sikerrel, nem kizárt, hogy többen is nagyobb tököt fognak növeszteni ennél, ahogy nézem. Szerintem az óriás tök mérő versenyre érkező tökök száma körülbelül 20-25 darab, és valószínűleg 2 és 500 kg közöttiek lesznek. Elbúcsúzunk Pankától, illetve az országos rekordertől, Kessler Lacitól. Köszönjük szépen neki a vendéglátást, és aki pedig akár Pankával, akár a többi országos tökkel, óriás tökkel szeretne találkozni, az a Tök Jó Hét keretében, ahogy hallhatták, Martonvásáron október elején ezt megteheti, amelynek a végén jön majd az országos óriás tökmérő bajnokság is. Most pedig gokárdozni invitáljuk önöket méghozzá Seregélyesre. A 16 kanyarból álló pályára invitáljak a kezdőket és a haladókat is. A Vilisics Team versenyző palántái róják köreiket a most átadott bérgokárt pályán. A kis tehetségek kaptak elsőként lehetőséget arra, hogy szágúdozhassanak. Mihály Norbert a létesítmény megálmodója, tulajdonosa, 14 éves koráig aktívan és eredményesen vett részt hazai és nemzetközi bajnokságokon. Később egy sikerre vitt vállalkozásnak köszönhetően elevenedett fel a befektetőben az ötlet, hogy megvalósítsa az impozáns 300 millió forintos beruházást a seregélyesi önkormányzat segítségével. Második legnagyobb gokártpálya egy bérgokártozási szinten, Kecskeméti gokártpálya egy kicsivel megelőz minket, de szerintem az 1025 méteres, több mint egy kilométeres pályahosszunkkal még mindig elég impozáns helyet foglalunk el ebben a képzeletbeli dobogón, vagy ezen a ranglistán. Az ötlet onnan érkezett, hogy a tulajdonos Mihály Norbert úr 14 éves koráig igen aktívan és eredményesen vett részt nemzetközi és magyar versenyeken, bajnokságokon. Akkor egy kicsit eltávolodtak az útjaik a sportnak és Norbertnek, de magának a gokartozásnak és a sportnak a szeretete mindvégig ott motoszkált, és ott volt benne továbbra is az életében, soha nem váltak el egymástól így örökre. Majd ezek után egy jó 30 évnyi sikeres pályafutás, egy cégalapítás, sikerre vitt vállalkozás után ezt a viszonylag nagyon impozáns beruházást tudtuk végrehajtani a seregélyesi önkormányzat segítségével és támogatásával. Az ötlet innen fakad, hogy a versenyzői múlt és a folyamatosan ott lévő versenyzési késztetés és bérgokartozás és gokartozási késztetés, ami kimunkálta azt és a lehetővé tette azt, hogy ez megépülhessen itt ez a pálya. A pálya tényleges kivitelezése az már évekre visszamenőleg nyúlik, tehát amikor a földterületet meg kellett vásárolni, ki kellett tűzni a pálya nyomvonalat, ez évekre nyúlik vissza. A tényleges kivitelezés az múlt évben kezdődött, és ezen évben záródott le. Múlt évnek a nyarán, tavaszán kezdődött az első kapavágás és az első föld kitermelés a pálya nyomvonalán. A befejezést pedig most augusztusra sikerült elérni. Parométereiben a pálya inkább versenypálya, mint ahogy látszik is szerintem, mint egy 3-400 méteres bérgokart pálya, amivel találkozhatnak a laikusok. 1025 méter, több mint egy kilométer. A szélességét tekintve 6 és 10 méter között változik a pálya szélessége. Versenypályákra jellemző modifikált aszfalt kopó réteget kapott, ami nem jellemző az ilyen bérgokart pályákra, általában a sima beton vagy a sima aszfalt csíkon vannak a bérgokartozási lehetőségek. 16 nagyon technikás és nagyon tempós kanyar van a pályában, ami már-már tényleg versenyzési élmény, nem is már-már igazából versenyzési élmény nyújt annak, aki ezt a pályát kipróbálja.
Az átlag sebesség 60 km per óra körüli. Nem tűnhet olyan nagynak, na de ezt gondoljuk el, hogy 10 centire a föld felett vagyunk, 60 km per óra átlagsebesség, csillapítás és rugózás nélküli gokartokba, amikor is csak az a gumi felület az, ami csillapítja az aszfalt ütődéseit és az aszfalt egyenetlenségeit. Ehhez egy olyan 70 km per óra körüli végsebesség társul a cél egyenes végén. Nincs még szerintem bérgokartozásban ilyen pálya, ami ilyen sebességparaméterekkel rendelkezhet. Ebből kifolyólag így összességében kuriózummá tettük, és kuriózummá vált ez a pálya, mind sebesség, mind minőség, mind pedig a kiszolgáló létesítmények és egyéb más még bérelhető és még igénybevehető szolgáltatások tekintetében is. Igazából a méret határ az 12 év és 150 cm, ennél kisebb, alacsonyabb embereket és fiatalabbakat a pályatechnikássága miatt nem szívesen engednénk rá a pályára, de a sebesség tényező, a kanyarsebességek és a vezetőre, a pilótára ható erőhatások miatt inkább már a tapasztaltabb gokartosok fogják itt nagyon elemükbe érezni magukat, de valaki mindig elkezdték valahol a gokartozást az emberek. Van arra is lehetőség, hogy sokkal lassabban, sokkal óvatosabban menjenek körbe a gokartozni vágyok, erre is van lehetőség. Mindenki előtt nyitott, aki szeretné kipróbálni ezt a versenyzési élményt, mert az biztos, hogy itt egy picit mindenki versenyzőnek fogja magát érezni. Varga Gábor országgyűlési képviselő örömét fejezte ki az ünnepélyes átadáson. Mint fogalmazott, hatalmas lépést jelent a térségnek a pálya megvalósítása a hozzátartozó infrastruktúrával és annak lehetőségeivel, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a jövőben a sport utánpótlás nevelésére. Remélem azt is, hogy az itt lévők is fiatalok, akiket itt láttam körözni, akik vezetéstechnikában már tuti, hogy engem megelőznek, és sokkal jobban tudják ezeket a gépeket használni. Innét kinőve, akár a jövő Talmácsi Gáborai, vagy akár csak a legutolsót emlegessük, Mielőz Norbert világbajnoki címet szerezve, itt az autósport kiemelkedői lehetnek. A 16 tempós és technikás kanyar igazi versenyzési élmény nyújt annak, aki kipróbálja, főként akkor, ha versenytársakkal érkezik a Sherwin pályára. És ha már ott voltunk, mi is leteszteltük az ország második legnagyobb gokárt pályáját seregélyesen. Nem 10 éve őről már a ráckevei hajómalom, és bár többnyire látványosság, mégis épp úgy működik, mint régi másolatai elődei. Ráckeve lakói úgy gondolták, hogy kell valami, ami csak Ráckevén van, és pár évvel később egy olyan emlék épült a folyóparton, ami pontos másolata az egykori hajómalmoknak. A ráckevei hajómalom, ez az ország utolsó műemlék hajómalmának a teljesen hű másolata. Eredeti alkatrészekkel lett felújítva, 13 évvel ezelőtt kezdtük el az építést, és ugye most lesz 13
9-én, 20-án, hogy 10 éve át lett adva, mint működőképes hajómalom. Ez úgy is volt tervezve, hogy mint egy üzemlátogatás úgy lehessen megmutatni a turistáknak. Tehát ez eleve úgy lett csinálva, hogy kompromisszumok lettek kötve, hogy csoportos látogatást is lehessen a hajómalomba tenni, tehát inkább kívülről lett egy-két változtatás, tehát hidak lettek, tehát egyre több híd van rajta, mint eredetileg volt, de a belső berendezés az teljesen ugyanaz, sőt eredeti ugyanazok a gépek is vannak benne, sok azt meg lehet látni, hogy melyik az a gép, amelyik az eredeti hajómalomba is benne volt, és melyik az. Ugyanolyan minőségű lisztet állít elő, mint annak idején, amit 1950-ben leállítottak. A hajómalmok helyére a gőzzel és villannyal működő építmények léptek, ugyanis egyre kevésbé volt kézenfekvő vízen őrölni. Ezek a malmok, ezek általában az ilyen alföldi, széles, lassú folyású folyókon voltak rendszerbe állítva, de hosszú évszázadokon keresztül működtek, mindig voltak modernizálások rajtuk, egyebek, ezek a malmok mindig a sodorvonalba álltak, tehát a hajózó útban lényegében, ott, ahol a legjobban akadályozták a hajókat, mivel ott is volt a legnagyobb sodrása a folyónak, és hát ezért is tűntek el, meg azért is, mert jöttek a gőzmalmok, jöttek a villanymalmok, és ugye hát ezekbe az őrölni való buzát is nehezebb volt bevinni, mert ezek nem voltak így, ahogy most lehet látni, soha összeköttetésbe a parttal. Ezek a hajómalmok, ezek mindig bent álltak, mint ahogy mondtam is, a sodorvonalba. Ide deregjékkel, a nagy csónakokat hívták deregjének, úgy vitték be az őrölni való buzát is, és ugyanúgy hozták ki a malmokból a lisztet is kint a parton. A úgynevezett malomré volt, ahova ezeket lerakták, és a molnárok meg a segédek onnan vitték be őrölni. Pénteken a 9 éves hagyomány tápolva Ráckeve és testvérvárosai összeöntötték búzájukat a malomba, az összetartozás jelképeként. A hajómalom pedig tovább szolgál a turisták kedvelt célállomásaként, az ipartörténet egyedülálló hazai emlékeként. Ahogy ezt megszokhatták itt az Együtt magazinban, mindig elkalauzoljuk Önöket egy-egy csodálatos, gyönyörű helyre, méghozzá itt a megyében. Most a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyba látogatunk el. Fehérvárcsurgói Károlyi kastélyt 1844-ben kezdték el építetni, klasszicista stílusban. Egyfajta nyári rezidenciának, egy vadász kastélynak épült, viszont 1910-ben ide költözött a család életvitelszerűen, ezért kisebb átépítéseken esett át a kastély. Nyilván, ahogy a legtöbb magyar kastély a II. Világháború utáni időket ez a kastély is megsínlette, rengeteg funkciót betöltött volt, üdülő, orosz laktanya, görög gyerekek menekült otthona, illetve gyerekotthonként is üzemelt. Viszont a rendszerváltás után a Károlyi család megkaphatta a vagyonkezelési jogot, így végre elkezdődhettek a felújítási munkálatok, megszépült a kastély. Most hotelként, étteremként, illetve múzeumként funkcionál, illetve van egy 50 hektáros park is,
benne egy tóval, amelyet mindenképp megéri megnézni, ellátogatni ide. Elsősorban a múzeum részbe látogatók átérezhetik azt, hogy milyen is lehetett akkoriban itt élni, milyen bútorok voltak, milyen stílusú bútorzat állt rendelkezésre a család számára, illetve milyen volt az az érzés, amelyet egyáltalán a családtagok tapasztalhattak itt, akár bent, akár kint, akár egy séta során, illetve az étterem résznél pedig ez a magyar-francia konyha sajátosságait kóstolhatják meg az ide látogatók. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Együtt magazinba, tartsanak velünk legközelebb is. Én remélem, hogy szolgáltunk Önöknek érdekes információkkal és különleges látnivalókkal. Viszontlátásra!